Jó estét kívánok! Köszöntöm nézőinket! Önök a Somogy Televízió kulturális magazinját látják. Mutatjuk, milyen témákkal várjuk Önöket e heti mottónkban. Online játék és virtuális tárlatok az interneten hozza közelebb az érdeklődőkhöz az alkotásokat a Kaposvári Ripronai Múzeum. 5 helyszínen a kultkikötő idén-nyáron is kínálnak kulturális programokat a Balatonnál. Fodor András kéziratai és dedikálásai Fonyódon egy hagyatékból kerültek az irodalmi emlékek a helyi könyvtárba. Pásztorkajtató címmel indított online játékot a Kaposvári Ripronai Múzeum. Az érdeklődők az intézmény közösségi oldalán egy-egy tárgy részletét látják majd, és ehhez kapnak kérdéseket, amelyekre a választ a Néprajzi Látványtár adatbázisában találják meg. A cél, hogy ezzel a kutas-keres játékkal is népszerűsítsék a múzeum pásztor emlékeit. Hónapok óta nem fogadhat látogatókat a koronavírus járvány miatt a Kaposvári Ripronai Múzeum sem. Azonban egy online játékkal közelebb hozzák az érdeklődőkhöz a kiállított anyagok egy részét. A Néprajzi Látványtár pásztor faragásai között lehet keresni, kutatni. Pásztor tárgyaknak rakjuk fel a részleteit, megfogalmazunk egy kérdést, és ha valaki felmegy online adatbázisba, akkor nem is a tárgy fotója alapján, hanem az ott található leíró kartonon megtalálja a kérdésünkre a választ. A Néprajzi Látványtár tárgyi adatbázisa a Ripronai Múzeum honlapjáról elérhető. Ebben akár a gyűjtés helyére, vagy a tárgy típusára is rá lehet keresni. Kinagyítja a tárgyat, illetve itt van az a bizonyos leíró karton, ahol rengeteg adat van. Gönczi Ferenc saját rajza és a saját kézírása, és mi mindig ebből a leírókartonból kérdeztünk, mennyiért vette ezt valaki, milyen értéket állapította meg, ki gyűjtötte, mikor gyűjtötte, 1927-ben. Tehát innen lehet majd a választ leolvasni. De itt is látható a látványtárban egy ilyen leírókarton az első munkáról. Természetesen, ezt a kollégák, Pisztora Zsófia néprajzos itt ki is függesztette, a legelső beleltározott tárgynak, a mellettem balra látható törölközőnek a leíró kartonja, és hát minden alapvető adatot tartalmaz, amit erről a törölközőről tudni lehet, hol gyűjtötte, ki gyűjtötte, mikor gyűjtötte be, egy rövid leírás, és még egyszer mondom, Gönczi Ferenc nagyon-nagyon jól rajzolt, egy jól felismerhető mintasort ő oda skiccelt, hogy ez alapján is beazonosítható legyen a tárgy. Pásztorbotok, sótartók, kobakok, tükrösök között egyaránt lehet keresni az adatbázisban, mutatta Őszi Zoltán, aki elmondta, hogy a játékkal az is a cél, hogy népszerűsítsék a múzeum különleges pásztorgyűjteményét. Ebben a körülbelül 3000 tárgyat bemutató látványtárban alapvetően a néprajzi egykori raktárunknak a pásztor élethez köthető kisebb tárgyai vannak, tehát természetesen ide túlságosan nagy tárgyak, hordók, vellák ide nem fértek be, az még raktárban van. Tehát még egyszer mondom, a pásztor élethez köthető, a díszítő művészethez köthető tárgyak vannak itt fából, csontból, szaruból, illetve bőven van a szomszéd teremben vászonáru is. A faragásoknál számos mintavilág jelenik meg. A pásztorok kezdetben saját maguk számára készítették, díszítették a tárgyakat, később azonban már megrendelésre is dolgoztak. A növényi ornamentika az egyértelmű, nem mindig lehet felismerni a növény természetesen, helykitöltő szerepe van. Állatban azt faragja meg, amit maga körül lát. Szoktuk mondani a gyereknek, hogy elefántot nem látsz itt, mert a pásztor nem azt látta maga körül. Azt az állatot, amit őrzött, azt az állatot faragta rá, ami segített neki terelni, azt az állatot faragta rá, ami ott futott el az erdőbe mellette, szarvas, madarak. Emberábrázolásban azokat az embereket ábrázolja, amik foglalkoztatják őt, a pásztortársait, saját magát, a betyárokat, akik sűrűn feltűnnek az erdőben, sokszor üzletelnek a pásztorral, illetve a betyárt kergető csendőröket. Foglalkoztatja a pásztort még a szebbik nem, kocsmárosnék, szép lányok és a feleségek, akik otthon vannak és hetekig nem látják, azok szerepelnek még ezeken a tárgyakon. A Ripronai Múzeum pásztorkajtató elnevezésű játéka 10 héten keresztül tart majd az intézmény közösségi oldalán, a helyes válaszokkal pedig családi hajózást lehet nyerni a Desedán.
Maradjunk még a Riprónai Múzeumnál. Az intézmény honlapján virtuális tárlatokon mutatják be a helyi alkotókat és munkáikat. Itt a múzeum kiállítása is online megtalálhatók, hogy a járványhelyzet miatti zárvatartás idején is elérjék az érdeklődőket. Nem tárlathelyettesítő tartalmakról van szó, mindinkább kedvcsinálókról, hogy amikor újra kinyithat a múzeum, személyesen is felkeressék a látogatók. A virtuális kiállítás igazából arról szól, hogy egy teljesen virtuális térben mozgunk, amit mi hozunk létre. Ebben az esetben itt lehet látni, ugye ezzel a programmal dolgozok, és a falakat, a képeket, a növényeket, a bevilágítást, mindent én rajzolok meg. És miután megvan ez a tér, tehát föl vannak rakva a képek, a díszek, a leírások, mindjárt, hogyha egy kicsit arrébb megyek, csak egy kicsit számolnia kell a gépnek, akkor itt van például ugye az alkotóról egy rövid bemutató például, de természetesen meg tudom azt is mutatni, hogyha ezt a kis ülő alkalmatosságot szeretném máshova tenni, akkor ezt bátran megtehetem, én tudom meghatározni a színeket, az anyagokat, mindent, tehát fölépítek egy virtuális teret. Erről egy 360 fokos felvétel készül, amelynek segítségével könnyebben megtekinthető az adott tárlat, mutatja a Borzavári Balázs, a Riprónai Múzeum munkatársa. Amikor megvan ez a 4 darab képünk, amit megcsináltunk, akkor erre alkalmas, egy másik programba beletesszük ezt a 4 darab képet, és onnantól jön az a szakasz, amikor már tudunk forogni magába a virtuális térbe, tehát itt már nem tudunk szerkeszteni, csak ugye ezekbe a 360 fokos képekbe forogni, tehát egyel előrébb megyek, és ilyenkor tudom fölruházni tulajdonságokkal a tereket, ami azt jelenti, hogy meg tudom adni azt, hogy melyik pontokra, tehát melyik pontokból melyik pontokra lehessen lépni, tehát ide, vissza, és a következőre tudnék leírásokat hozzáadni, plusz videókat hozzáadni, mint például itt, hogyha visszamegyek az elejére, létrehoztam ugye ide egy tévét, és itt, hogyha kiválasztom, oldalt már ugye azt írja, hogy ez egy videófájl, tehát majd amikor a végleges virtuális kiállításba rákattint a látogató, akkor itt egy videó fog betöltődni. A Riprónai Múzeum honlapjáról minden eddig elkészült virtuális tárlat elérhető. Hogyha fölmegyünk az oldalunkra, akkor a virtuális túrák között, amint rákattintok arra a virtuális kiállításra, amit most néztünk az előbb, és betölti ezt a virtuális kiállítást, megnyitom nagyba, akkor ez már az a verzió, amit a látogató lát. Lehet látni, hogy nyíllal mutatja a következő helyet, gyönyörűen körül tud nézni, rá tud közelíteni ugye erre az alkotóról írt kis, úgy néz ki, mintha egy világító táblán lenne rajta, tehát mindenfélét meg tudunk csinálni, és hogyha visszamegyek, és rákattintok már a virtuális térbe a képre, a tévére, akkor betölt egy kis általunk csinált szlájdot. A koronavírus járvány miatt november közepe óta nem fogad látogatókat a kiállítóhely, ezért is töltenek fel online tartalmakat a múzeumi szakemberek, hogy így jussanak el az érdeklődőkhöz. Az egész kezdeményezés onnan indult, hogy a múzeum részt vesz egy topos pályázatba, melynek az a lényege, hogy 4 különböző városrésznek kell tábort csinálnunk, illetve kiállításokat. Úgy kiállítást, hogy az ott élő bármilyen alkotónak ugye a tárgyaiból, és hát a COVID-helyzet miatt ez ugye jelenleg nem lehetséges, és egy másik pályázat keretein belül pedig sikerült megvásárolnunk ezeket az eszközöket, tehát programot, hogy egy ilyen virtuális kiállítást csináljunk, kamerát és a szoftvert hozzá, és ebből jött az ötlet, hogy mi lenne akkor, hogyha ezt a városrészes kiállítást teljesen a virtuális térbe csinálnánk meg. Ez azt jelenti, mint ahogyan mutattam is, hogy teljesen meg kellett csinálnunk egy teljesen virtuális teret, kitaláltuk, hogy milyen legyen ez a kiállítótér, és ezt a kiállítóteret rendeztük be
az alkotóknak a fotóival, tehát nem minden esetben képek, ugye, hanem például porcelánbabák, vagy bármilyen alkotás, ezt befényképeztük, és ezt mutatjuk meg ezeken a kiállításokon. Tudok a térben mozogni, tudok különböző tárgyakról plusz információt úgy kapni, hogy nem rögtön meglátom, hanem rá kell kattintsak, tudok videókat egy-egy tárgyhoz, vagy egy-egy helyszínhez hozzárendelni, hangokat, ilyen kis easter egg-eket elrejtettünk egyébként a szemfüles látogatók, hogyha például a néprajzi látványtáras foglalkozásunk induló pontján a hátuk mögé néznek, akkor egy kis meglepetés várja őket, tehát vagy például a régészeti foglalkozásnál is van egy kis a bejárati ajtó fele, hogyha eltekintenek, tehát izgalmasabbá lehet tenni, és még egyszer mondom, hogy sokkal inkább kelti azt a benyomást, egy-egy virtuális túra vagy kiállítás, hogy ténylegesen ott vagyok a múzeumban. A virtuális kiállítások nem tárlathelyettesítők, mindinkább kedvcsinálók, mondta Borzavári Balázs. A cél, hogyha már újra kinyithat a múzeum, akkor az online tárlatok után személyesen is megtekintsék az intézmény látnivalóit az érdeklődők. Koncertekkel, színházi előadásokkal és gyermekprogramokkal is várja a közönséget idén-nyáron a Kultkikötő, amely 16. évadára készül. Ha a járványhelyzet is engedi, akkor június 19-én a Csiky Gergely Színház Furcsa pár című előadásával kezdődik a balatoni programsorozat. A szezonban a tervek szerint a Balatonnál fellép a többi között a Grundtvig Színházi Fiúzenekar, a Tátrai Band és a Budapest Bár is. 5 helyszínen kínál kulturális programokat idén a Kultkikötőn, amely 2021-ben is sokszínű és tartalmas évaddal várja a közönséget, mondta online interjújában Nagy Viktor, a Kultkikötő alapító igazgatója, aki Budapestről a Thália Színházból jelentkezett. Azért választottam ezt a színházat bejelentkezésem helyszínéül, mert e falak között próbálják az Álmomban megcsaltál című produkciót. És ez a produkció a Kultkikötő Balatonboglári helyszínén lesz látható augusztusban, vélhetően akkor lesz először nézők előtt, egy igazi premiérnek nézünk elébe. Ugyanebben a helyzetben van a kaposvári Csiky Gergely Színház Furcsa pár című előadása is. Ez egy ünnepi díszelőadás lesz, szintén Balatonbogláron, június 19-én, hiszen az elkészült balatonboglári helyszínünket ezzel a díszelőadással fogjuk átadni a nagy érdeműnek. De jó néhány közszínházi előadás mellett jó néhány független produkciós részt vesz a Kultkikötő 2021-es évadában. Könnyű zenei koncerteket, színházi előadásokat egyaránt kínál a Kultkikötő, amely 2021-ben is gondol az ifjú közönségre. Várunk még jó néhány gyerekszínházi előadást is, így lesz ez Balatonföldváron, Balatonszárszón, Balatonbogláron és Balatonfenyvesen. Gyerekszínházi előadások, felnőtt színházi előadások, képzőművészeti kiállítások, koncertek, mint például a Grundtvig Színházi Fiúzenekar koncertje, vagy éppen a Budapest Bár. A Badacsonyban pedig a friss zenei formációké lesz a főszerep. Balatonbogláron a felújított Varga Béla Kulturális Központ mellett található kültéri színpadon, Balatonföldváron a Kulipintyó villában, Balatonszárszón a Csukás Színházban, Balatonfenyvesen az egykori kertmozi helyén található kultúrtéren, Badacsonyban pedig a friss teraszon várja a közönséget idén a Kultkikötő. 2,5 hónapig tart a Kultkikötő nyári fesztiválja, és remélem, hogy mi hamarabb ott valamelyik helyszínünkön találkozhatunk, végre biztonságban, végre nagy levegőt véve, és végre együtt nézhetünk boldog pillanatokat a színpadon. A műsornaptár már megtalálható a Kultkikötő honlapján. Ebből kiderül, hogy a Csiky Gergely Színház mellett más somogyi fellépője is lesz a nyári programoknak. A Kaposvári Rock Színház az Ankónai Szerelmesek című produkciójával Balatonszárszón vendégszerepel július elején. 3 vidéki színház koprodukciójában a Játékszín közreműködésével készül a Legénybúcsú. A 2021-22-es évadban Szente Vajk, Jászai Díjas színművész rendező és író vígjátékát a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház, a kaposvári Csiky Gergely Színház és a Pécsi Nemzeti Színház együttműködésében a Jászai Díjas Nagy Sándor rendezésében állítják színre. Erről számoltak be a Móricz Zsigmond Színházban tartott sajtótájékoztatón.
A darabot 2020-ban nagy sikerrel mutatta be a Játékszín a Vidor Fesztivál két helyszínén is. Minden alkotóelem adott ahhoz, hogy ebből az együttműködésből egy komoly siker, és bízunk benne, hogy más színházak számára pedig példa lehet, emelte ki dr. Fülöp Péter, a Kaposvári Csiky Gergely Színház igazgatója. A legény búcsút a tervek szerint 2022 tavaszán mutatják be a Somogyi megyeszékhelyen. Fodor András kéziratai és dedikált kötetei is megtalálhatók abban az irodalmi hagyatékban, amely a Fonyódi Könyvtárhoz került. A Kossuth díjas költő esszéíró halála után sógora őrizte Fodor András emlékét és népszerűsítette munkásságát. Szentanai László tavaly 95 éves korában elhunyt, gyűjteményét most a Fonyódi Könyvtár munkatársai dolgozzák fel. Ígért József Attila című könyv 1980-ban jelent meg, a dedikációja pedig Bözsinek, aki 1943-ban az első róla szóló könyvet hozta Szekszárdról. És Lacinak, aki fontos irodalomtörténeti adalékot szolgáltatott a kötethez. Szeretettel ajánlom, Bandi, 1980. április. Így dedikálta egykori kötetét Fodor András. Ez a könyv is megtalálható abban a gyűjteményben, amelyet a Fonyódi Könyvtár munkatársai dolgoznak fel. Fodor András 1997-ben itt a Balatonban, Fonyódon hunyt el sajnálatos módon, és az ő sógora, nővérének a férje, Szentannai Laci bácsi folyamatosan emlékesteket szervezett ezek után a következő évtizedekben, lehet ezt most már mondani, az ő emlékére. Szentannai László vasutas volt, és tavaly 95 éves korában hunyt el, és az ő hagyatéka, az irodalmi hagyatéka az hozzánk került. Ezek kéziratokból, illetve Fodor András által dedikált könyvekből áll. Fodor András egész Somogy megyéhez kötődött, Kaposmérőben született, Lengyel-Tótiban nevelkedett, Kaposváron érettségizett. Gimnáziumi osztályfőnöke Takács Gyula költő volt, aki pályaválasztására is hatással volt. Még gimnazistaként jelent meg első verse egy folyóiratban. Költeményei egyetemi évei alatt váltak ismerté az Ijér Gyula által szerkesztett Válasz című labban. Fodor András egyrészt ugye verseket írt, irodalmi esszéket, tanulmányokat készített, sokat egyébként Fonyódon, és van kettő olyan könyv, aminek a dedikációja különösen érdekes. Az egyik az Így élt József Attila, amit az ifjúság számára írt 1980-ban, a másik az pedig egy Futárposta című könyvnek a tanulmánygyűjteménye, amelyben arról szól az egyik fejezet, hogy hogyan halt meg József Attila. Fodor András internetes közegben is elérhető naplójából tudjuk azt, hogy 1975. január 3-án a vasutas Szentannai László segítségével Fodor András eljutott ahhoz a balatonszárszói vasutas, akkor már idősebb bácsihoz, aki 1937. decemberében jelen volt akkor, amikor József Attila tragikus körülmények között elhunyt a szárszói vasútállomáson a sinek között. Tudott ezzel a vasutassal Fodor András beszélni, ezt megírta egy tanulmányában, és később Szentanai László is tartott előadást ezzel kapcsolatban, hiszen ő is, amikor már Fodor András emlékét ápolta, akkor a Lengyel-Tóti iskolába, Fonyódon, az emlékesteken tartott kisebb előadásokat a versmondás mellett, úgyhogy ezek a események azok olyan érdekesek, hogy ezek egy dedikációban is megjelennek. Fodor András dedikált munkáinak és kéziratainak egy része gyűjteményként most már a Fonyódi Könyvtárban is megtalálható. A könyvtári katalógusok, illetve a könyvtári nyilvántartások lehetővé teszik, hogy külön kiemelten foglalkozunk a dedikált könyvekkel, nyilván ezek azok, és föl fogjuk dolgozni őket, föl fogjuk ezeket a dedikációkat is dolgozni, hiszen egy-egy ilyen adalék, aminek egy kicsit a naplóban is utána tudunk járni, az igen értékes a somogyi, illetve a fonyódi helytörténet szempontjából. Sokrétű alkotó volt Fodor András, zenével és képzőművészettel is foglalkozott. Életműve 2006-ban megkapta az Örökségünk Somogyország kincse elismerést.
A digitális oktatás miatt nem csak a tanórák, hanem a fejlesztő foglalkozások is az online térbe költöztek a járványhelyzetben. A Kaposvári Vadvirág Alapítvány szakemberei közösségi oldalukon és videó megosztó csatornájukon is segítik a szülőket az otthoni játékos tanulásban. Egyszerű feladatokkal is élmény lehet a tanulás, erre mutatott példákat Kárpáti Anikó szakmai igazgató. Itt van a szózótábla, és akkor azt mondjuk, hogy ugorjon a törpike a 3x6-ra. És akkor nézzük, hogy itt a 3, itt a 6, és már is megvan a 18. Most vegyél te is egyet, Gabi, ugorjon a törpike a 4x7-re. Így van, és már is megvan. Ugorjon a törpike a 6x6-ra, vagy a stickies. Így van, ugorjon a stickies az 5x5-re. Ezzel a játékkal is tanulható a szorzótábla, mutatja Kárpáti Anikó, a Vadvirág Alapítvány szakmai igazgatója. A képolvasást, az irányok megtanulását is segítik a fejlesztő játékok, erre is mutatott példát a szakember. Egészen pici kortól, tehát akár óvodáskortól kereshetjük a főfogalmak meghatározásához, az irányok tanításához, és a hangok megtalálásához, a szavakban, képolvasáshoz, és vannak hozzáink is szövegértő kártyáink, ami meg rendkívüli módon fejleszti az összes képességet, amit eddig elmondtam, és mellette még az értő olvasást is. A kártyácskák olyan szövegeket tartalmaznak, hogy igaz-e, hogy az egér fölött van a cica, és akkor ugye értelmeznie kell, majd a képek segítségével el kell dönteni, hogy igaz vagy hamis az állítás. A járványhelyzet miatt az oktatás mellett a fejlesztés is az online térben valósul meg. Ehhez több fórumon nyújt segítséget a Kaposvári Vadvirág Alapítvány, amely videó megosztó csatornáján is bemutatja a fejlesztő feladatokat. Különböző témához kapcsolódva fejlesztési játékokat, ötleteket, gyakorlási lehetőségeket, amiknek talán az a legnagyobb különlegességük, hogy nagyon-nagyon játékosan, hétköznapi helyzetben szülők által könnyen megoldható, és a gyerekek többnyire nagyon kedvelik ezeket a típusú gyakorlási lehetőségeket. A Szülők Akadémiáján pedig rendszeresen adnak gyakorlati útmutatásokat az otthon tanuláshoz és fejlesztéshez. Ez a feladat most nagyon nagy mértékben rájuk hárul. Különböző módon oldják meg a gyerekeket tanító pedagógusok lehetőségeikhez mérten ugye az oktatást, de azt gondolom, hogy a megértés, a magyarázat, ez kulcs szerepe van abban, hogy hogyan tudnak haladni a mostani gyerekek, és a szülőket ebben igyekszünk támogatni. Az alapítvány célja, hogy a digitális oktatás során is élmény alapú legyen a tanulás, ehhez nyújtanak segítséget a fejlesztő feladataik is, amelyek évfolyamokra lebontva kapcsolódnak a nemzeti alaptanterv követelményeihez. Különleges bombonokkal és csoki tulipánnal készül földes csilla, csokoládé és bombonkészítő a közelgő anyák napjára. A legújabb termék a gyermeklánc hűszíruppal töltött fehér csokoládé, amelyre már most nagy az érdeklődés. A balatonlellei csoki műhelyben minden darabot kézzel alkot, tulajdonosa a töltelékeket is maga készíti el. A legújabb termék a lellei bombon palettán a gyermeklánc füves csokoládé. Kevesen tudják a növényről, hogy szinte minden része fogyasztható, és jó néhány élettanilag kedvező hatással is rendelkezik. Földes csilla csokoládé készítő pedig bombon tölteléket is csinált belőle. Elmegyünk egy rétre sétálni, vagy a Vádomra, vagy bárhova a partra, mindenhol búrjánzik a pitypang. Annyi, hogy olyan helyről kell szedni, ahol autógőz ne legyen, és akkor nagyon finom kis szirupot tudunk készíteni, amit fel tudunk utána még használni, nem csak bombon töltelékbe, hanem mondjuk egy finom ásványvízzel felöntve, akkor nagyon frissítő hatása lesz, hogy tényleg, ha kicsit tovább főzzük, tovább rotyogtatjuk, akkor egy ilyen mézes hatást tudunk elérni, tehát akkor tudjuk kalácsra kenni, kenyérre kenni, tudunk süteménybe krémet készíteni. Hát nálam a bombonokba került egy nagyon finom fehér csokis töltelékkel,
Próbáltam étcsokival is, de az étcsoki az nagyon-nagyon elnyomta ezt a finom mézes ízt, és így most a fehér csokiba nagyon-nagyon jól harmonizál. A szirupot bárki el tudja otthon is készíteni, cukor, citrom és természetesen gyermekláncfű virága, szára kell hozzá. Csilla ugyanakkor már anyák napjára is készül különlegességekkel. Löketet adott a nőnap és a Valentin nap is, azt is nagyon-nagyon szerették a férfiak, felnőttek, gyerekek, és hát kihagyhatatlan az anyák napi díszdobozos válogatásunk. Itt láthatjátok is elkészült, vannak bent virágos ízek, vannak bent gyümölcsös ízek, és most készült egy ilyen kis tulipánocska, ez minden egyes porcikája csokoládéból készül, ez körülbelül 200-250 gram, hát nagyon sok munka volt vele, ez én 3 nap alatt készült el, és hát remélem fogják szeretni. Mind a bombonválogatásokra, mind a csupa csoki tulipánokra érkeztek már előjegyzések. Csilla ugyanakkor azt mondja, hogy senki ne várjon sokáig a rendeléssel, aki szerettének ilyen édességet szeretne ajándékozni, hiszen a kézzel készített csokoládék megmunkálása időbe kerül. Ennyi fért kulturális magazinunkba. Új mottóval egy hét múlva jelentkezünk újra. Műsorainkat megtalálják a Somogy Televízió Facebook oldalára, vagy YouTube csatornájára kattintva. Viszontlátásra!